Figyelem, a következő műsorszám 18 éven felüliek számára csak kiskorúak felügyelete mellett ajánlott. Egyszer volt, hol nem volt, még az óperenciás tengeren is túl, hol a kurta farkú malac is félrek úr, volt egyszer egy bányász, ja nem, ő már az előző részben meghalt. Volt egyszer egy izmos Feri, ki már-már kényszerből, de napi háromszor veri. Mindennek oka egyszerű, nem lehet nőre az egyszemű, s talán külsejében a hiba, hisz nem rút vagy ostoba, nincs a faluban kisármosabb nála. Az ördög átka, mi a kényszert hozta rája, az összes leány ott szenved mára, a pokol legkéjebb bugyrába. Ám főhősünk nem búsult sokáig, farkát verte kopásig. Idővel, mikor unta már banánját hámozgatni, útra kelt hát a szomszéd faluban támaszt kapni. Útközben váratlan meglepetés érte, a bányász fia, ki ismerkedni kérte. Izmos Ferenc a becsületes nevem. Bányász fia! Mondta a bányász fia. Ismerkedésük nem tartott sokáig, ahogy útjuk sem, csak idáig. Ugyanis bányász fia rögvest elszólta magát, nem látta még csupasznő domborzatát. Feri e szavak hallatán kötelességének vélte, bizony nőt kerít neki ma estére. Bányász fia e jó ötletnek hála, barátját Lalát is beinvitálta. Összegyűlt hát a három férfiú, a kurafi s két kisfiú. Útjuk az állomáshoz vezetett, ahol jegyet szerettek volna e verebek. Ám a pénztáros nő volt, őt is elvitte az ördög, így nem maradt más, blicceltek az ökrök. Teltek, múltak a percek, a bátor legények kalauztól rettegtek. Majd el is jött a végítélet, a vonat megállt, a kalauz odalépett. Jegyeket, bérleteket, ti férgek! Hamar fényre derült a titok, így le is szállította őket e piszok. A kalóznak azonban volt szíve, tovább mehettek volna némi pénzért cserébe. Feri, ki minden pénzét készkrémbe ölte, most Lalára néz, s kérdezte. Neked ugyan van-e pénzed a továbbiakra? Hogy is volna, barátnő minden szórta. Feri már csak bányász fiában bízhatott, s szeme a reménytől dagatra hízott. Bányász fia csak nézett bambán, mint akinek se apja, se anyja. Így aztán kissé búslakodva gyalog álltak tova. Mentek, mendegéltek a sűrű erdő mélyén, míg nem egy mezőre értek a végén. A három daliás lovakat látott a mezőre nézve, úgy gondolták, betörnek párat a napsütésbe. Feri talán kissé félreértelmezve a feladatot, de végül beállt a sorba, s vágtatott. Némi vágta után egy kis fejtörőhöz értek, a nagy kérdés, vajon merre menjenek? Mivel nem volt ott dóra, gondolták a jobb irány a jobbra. Ismét vágtattak 2-3 métert, de Feri nem adta fel, egy másik opciót is észlelt. Mehetnének balra is akár, talán arra van a falu határ. A másik útra kényszerülve hát, lázasan keresték a hálószobát. A kitartás meghozta gyümölcsét, hisz meglelték az ösvény végét. Egy különös barlangra leltek, mely barlangtól egy férfi sem maradhat veszteg. Kikötötték hát lovukat gyorsan, s a női feromont követték szótlan. A barlang bejáratához érve egy táblát vettek szemügyvégre. A tábla kissé ugyan pixelesen állva, csakis a lényeget ábrázolta. Így Ferenc ma sem lehet fegyenc, amennyiben a szerepjáték nála még kegyenc. Főhősünknek azonban nem volt sok ideje a búsulásra, e két ifjoncot bíztatta némi párzásra. Az ifjú vitézek pedig felkészülten a barlang szájába léptek. A lyuk belsejében lágy zene hallik, lassú léptekkel haladnak befelé, s már szájuk is habzik, mivel tüzes menyecskék várják őket, beljebb lépve pedig már az ösztön vezérelte őket. A nap is felkelt, mire megtalálták a lyukat, odakint Feri várta élménybeszámolójukat.
A két mázista csak állt s hallgatott, Feri értetlenül nézett rájuk, majd faggatott. Na mondjátok, legények, ugye nem csak cipőtöket keféltétek? Hát én adtam nekik puszit. Feri a fejét fogta. Nem maradt más hátra a bányász fia, aki saját s apja becsületét még megtarthatja. Na te aztán, meddig bírtad bányász fia? 10 percig. Ennek hallatán Feri nem látott más lehetőséget, mint hogy elvigye őket a sálekhez, amely 1000 éven keresztül emészti majd őket borzalmas kínok között, és megtudják, milyen az igazi szenvedés. Ám Boba Fett, aki éppen azért küzdött, hogy benne legyen a 7. epizódban, szólt Ferencnek, hogy ez a két birka hátráltatja. Így Feri nem tudott mit tenni, kialázta a szerencsétleneket, és végső elkeseredésében Mordóba vitt őket, ahol még az egyűrű sem bírta a forró láva ölelését. Így odaérve a szakadék szélére, ahol Smeagol vatarapó szexel várta Frodóékat, egy váratlan, ám de gyors mozdulattal a lábába lökte őket. Egy kis TNT-vel kísérve.